Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a heti Kortárs Heti TV kulturális magazinja. Közelítünk a 100. adáshoz, amit gyakorlatilag 2,5 év óta követtünk el, abból a célból, hogy ezt a kortárs szektort, magát az Artworld-et, amit valahol itt Magyarországon és talán itt a régióban is elfelejtettek nekünk megtanítani, tehát teljesen másba szocializálódtunk, és ebből a célból olyan szereplőket, művészeket, kurátorokat, adott esetben múzeumigazgatókat hívunk meg, akik ezt az egész mechanizmust egy kicsit érthetőbbé teszik önök számára. Mai vendégem Romániából, és Skype-on velünk van Bodoni Zsolt. Szervusz Zsolt! Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és mindjárt csapjunk bele a lecsóba. Itt a műsor elején egy kis bejátszás erejéig a Pulzus című munkádból láthattunk egy részletet. Mondanál erről egy pár szót? Tehát arra gondoltam, hogy oké, akkor karinti szavaival élve nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Megmutattam ezt a Pandora szelencét, mindent, körülbelül több mint 1000 munkát feltöltöttem egy szerverre, amik gyakorlatilag tervek, vázlatok, be nem fejezett, megsemmisített képek, stb. Ezekkel nem szívesen dicsekszik egy festő. De gondoltam, hogy meg lehet ezt mutatni, és pedig úgy, hogy csak részben mutattam meg, és erre kitaláltam, hogy mérem a saját szívdobogásomat ezzel a okos órával, és ezt összehangoltattam nem kis munka árán hozzáértő kollégákkal, összekapcsoltam a képanyaggal, és az aktuális szívdobogásom szerint villantja fel töredék másodpercekre ezt a képanyagot, ezt ami így egy ilyen nagyon furcsa, nagyon bizarr képet ad, és erre mondta Rieder Gábor, leírta egy ilyen kis elemzésbe, hogy a weboldalon így két idősik találkozik, ezt felolvasom, mert nem tudom soha megjegyezni, a képarcheológiai múlt és a biofizikai jelen. Nagyon találónak találom ezt a sort. Teljesen szuper. Kicsit ugorjunk vissza. Én is szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog. Ha jól emlékszem, először a bázeli repülőgépen találkoztunk. 2010-es évek előtt valamivel, és akkor családostú voltál, kinek még csak az egyik gyerek volt meg, hogyha jól emlékszem. És akkor ugye téged már kiállítottak Bázelbe, azt hiszem ennek kapcsán voltál kin, hogy ez a dolog hogy indult? Tehát, hogy amikor ugye a képzőművészeti egyetemen végeztél, és ugye itt egy általános problematika, hogy induljon el egy kortárs művész. Tehát, hogy te például milyen koncepcióval vágtál neki ennek a szakmának, ami, hangsúlyozom, nem könnyű. Igen. Hát 2000-ben végeztem Pesten, és pár évig úgy próbálkoztam mindenne ott Pesten, hogy mit történik, mi van, és az az igazság, hogy ugye ami gyakorlatilag a te műsorod is erről szól, Gyuri, hogy nem láttunk tisztán. Sajnos még az egyetemet végzettek sem láttak tisztán. Az internet nem volt olyan stádiumban még akkor, hogy abszolút könnyen lehetett tájékozódni kortárs művészet terén. Ezért 2006-ban gondoltam egyet, és kirepültem Bázelbe, és az egy olyan hideg zuhany a vásárra májusban, lehet, hogy akkor találkoztunk, de lehet, hogy egy pár évvel később, és ez egy nagyon durva hideg zuhany volt számomra, hogy ott nyílt ki előttem a világ, hogy gyakorlatilag mi is van. Ugye ez egy vásárok, azok ilyen kereskedelmi tevékenységről szólnak elsősorban, de állítom, hogy pont azt mutatják meg, ami a legaktuálisabb helyzet a mai kortárs művészeti világban, természetesen a biennálék és a biennálék mellett, és a nagy múzeumi kiállítások mellett. Úgyhogy leforrázva érkeztem vissza, és pislogtam, és néztem körbe, hogy mi is van tulajdonképpen, mennyi mindent nem tudunk még erről. És akkor ezzel belevetettem magam abba, hogy nagyon jó lenne tisztán látni, amennyire csak lehet, hogy tájékozódni ebbe a kortárs művészeti világban. És az a dolog, amiről most ugye szót ejtettél, hogy a vásárok nyilvánvalóan kereskedelmi csúcsrendezvények, nevezük így, hogy azok hogy függnek össze a szintén említett biennálékkal adott esetben, tehát ez a non-profit, for-profit
szektor, tehát hogy egy kortárs művésznek elsődlegesen ugye a non-profitba kell krediteket szerezni, amit lehet aztán keresettségbe, érdeklődésbe, ezt a validációt lehet átfordítani akár árfolyamokba. Hogy ezt te mikor értetted meg? Tehát mikor esett le ez a tantusz? Már ott Bázelbe, vagy még kellett egy kis idő, vagy esetleg az egyetemen ezt már említettétek? Vagy hogy csak a szakmáról volt szó? Szakmáról volt szó elsősorban, nagyon kevés kortárssal kapcsolatos információhoz jutottunk hozzá. Gyakorlatilag ez a bázeli kiruccanásom olyan volt, mint a heroin, hogy erről nem lehet leszállni. És akkor kezdtem el tájékozódni és menni mindenhova, ahova el tudtam. Ugye elég szegényes anyagi körülmények között tengődtem akkor Pesten, de mindent megtette, hogy eljussak mindenhova, ahol valamit lehet látni. És nagyon lassan kristályosodott ki a kép, hogy miről is van szó. Ugye rengeteg mindent nem értettem, de meg voltam győződve, hogy valamiért ők ott vannak. Nem véletlen, hogy ezek a művek, meg ezek a művészek ki vannak állítva. Tehát az én készülékemben van a hiba, nálam van egy jó adag tudatlanság. És akkor mindennek elkezdtem utalni, ki kicsoda, melyik galéria, ki mit jelent, mikor kezdtem, mit csinál, kivel dolgozik, mióta, stb. És ugyanígy a Biennálékkal, ki a kurátor. Tehát egy nagyon izgalmas világ nyílt meg számomra, és azóta is ugyanígy függök ettől, és iszonyúan érdekel, és mindig nézem, hogy mi történik, hol, mi van. Ugye most szűkösebbek a lehetőségek, de azért úgy szerencsére úgy sikerült időzítenem a tavaly londoni kiruccanásomat is, hogy a Freeze-t meg tudtam nézni, és ugyanolyan üdítőleg hatott, és így valami életelixírszerű csöpög ilyenkor az emberekbe, úgy tehát érzem. Kaptál esetleg visszaigazolást ott, hogy jó úton jársz? Mert az ember ezekre a visszaigazolásokra alapvetően ki van éhezve, nem? Tehát, hogy... Londonban? Londonban, igen. Tehát ugye mindig a csúcsot nézzük, hogy jó irányba haladunk-e. Nem? Tehát, hogyha túl közel nézünk, akkor az nem működik. Érdekes, mert ugye mindig vannak irányok, trendek, ahogy én látom. Én nem érzem magam ilyen trendkövetőnek, meg kifejezetten klasszikus, hagyományos festészet az, amivel én foglalkozom. Ez hol trendibb, hol kevésbé trendibb, a legkevésbé sem zavar, mert egy teljesen más dolog a belső drive és az, hogy mit látok, hogy mik a külső nagy trendek, amik hol tetszenek, hol kevésbé tetszenek nekem, de hát ilyen a világ, ez a művészet. 2009-ben, amikor te 34 éves voltál, akkor a Flash Art magazin beválasztott a top 100 emerging artist, vagy föltörekvő művész közé. Ez jelentette valamilyen mérföldkövet? Tehát, hogy ez mondjuk azon kívül, hogy volt egy komoly referenciád, ez rád irányította a nemzetközi figyelmet? Ez megtapasztalható volt? Nagyon jó és megtisztelő dolog volt, nagyon örvendtem neki. És elindult a... Halló? Igen, itt, igen. Én hallok. Valami zörejeket hallok közben háttérben. Igen, jó volt, de úgy gondolom, hogy minden a műteremben dől el. Ezek a listák ilyen jó dolgok, meg jó hangzanak. Igen, ezt sokan mondják, hogy ezek ilyen vanity lists, hát, hogy ilyen hiúsági listák, nem kis mértéket, tehát vannak ilyen díjak, meg nem tudom mi, amik szintén itt az üzleti közegben is ide tartoznak. Ugye, ahol már ide értünk egy pár szó erejéig, mert itt nem kis mértéket, mi ugye edukáljuk is a tisztelt közönséget, hogy ugye ez van az emerging artist, a föltörekvő művész és az established, ugye a beérkezett művész, hogy ez mikortól számít valaki beérkezettnek? De az, hogy föltörekvő, elindul, elkezdenek érdeklődni, az egyértelmű. De mikortól, te például most már beérkezett művésznek számítasz? Nem tudom, Gyuri. Ki mondja nem, ki? Nem szeretek ezzel foglalkozni, mert úgy gondolom, hogy két külön dolog nekem. Az a dolgom, hogy itt üljek a műterembe és csináljak valami jót. Ez nagyon nehéz. Aha. Nagyon ritkán sikerül. Nagyon sok művésznek nagyon ritkán sikerül, bár... Na. És hogy egy kicsit még erre rácsatlakozzak, tehát hogy te nem is mondhatod meg magadról, hogy amit csinálsz az jó-e, hanem azt másnak kell megmondani, így van? Igen, én néha érzek valamit, de lehet, hogy két hét után már teljesen másképp gondolom az egészet, hogy mégsem annyira jó, mint ahogy gondoltam. Ha megelégednénk azzal, amit csinálunk, valószínűleg abba hagynánk. Úgyhogy feltételezem, hogy ez egy aranyigazság, hogy valószínű életünk végéig nem leszünk megelégedve azzal, amit teszünk, ezért folytatjuk és keresünk tovább. Tehát ezt a keresésnek gondolom.
Az élet ez egy útkeresés, én is így gondolom. Tehát a váltásokat mindig megelőzi valami krach általában. Tehát, hogy ugye itt a Covidot említetted, ami életre hívta ezt a púzust, de például ugye cégeknél, hogy egy kicsit párhuzamot vonjak, tehát van egy, amikor az egyik termék elkezd lefele menni, akkor hoznak be egy másik terméket a piacra. Tehát, hogy nálad ez a dolog mennyire tudatos, vagy mondjuk, hogy te Covidot említetted, hogy ez katalizált egyfajta új dolgot, amit elkezdtél csinálni, de például hogy jött a hibrid, ami szintén egy új dolog? Igen, megcsináltuk ezt a pulzust, nagyon örventem neki, mert senki nem csinálta még tök eredeti. Kiküldtem a világba egy pár fontos embernek, többek közt a Szántó Andris visszajelzett, nagyon szépet írt róla, nagyon tetszett neki, de a Kenny Schatter is, csomó ismerősnek elküldtem, vagy ismeretlennek, hogy kíváncsi voltam, hogy láttak-e hasonlót, van-e ilyesmi, nincs, tök jó, nagyon örültem, majd vége lett ennek is, vissza az ecsethez. Bár vannak néha ilyen kilengésem, hogy elkezdek objekteket gyártani, fotózni, mikor ugye a festészet, nem folyamatosan ugyanazt nem bírsz mindig ugyanúgy hozzáállni a festéshez, ugyanaz a lendülettel, így 25 év, 30 év távlatából. És az volt a következő lépés, hogy rettenetesen kezdett zavarni ez a nagyon sötét kelet-európai, balkáni festészeti hangulat, ami végül is domináns az egész eddigi művészetembe. De ez a te választásod volt, nem? Tehát, ez egy ilyen kivetítés, nem? Tehát... Hát igen, nem tudatos döntésnek gondolom, hanem ez valahogy így alakult. Ez jött ki, ezt látom, ilyenek a körülmények. Aha. Valahogy így alakult, hogy ez az a képű világ, ami közel állt hozzám, de meguntam, elegem lett belőle, és kíváncsi voltam, hogy hogy lehetne azt elérni, hogy több fényt vigyek be a képekbe. Például úgy, amikor hogy lehet azt a képintenzitást elérni, ugye gyakran használok projektort a képeim felvázolásakor, hogy azt az energiát, azt a fényerőt hogy lehet elérni. És elkezdtem kísérletezni, új vásznakat kerestem, és rájöttem, hogy oké, ez a fény az állandó kell legyen, ami jön, még hogyha teljesen mesterkélt is, és távol áll a klasszikus festészettől, amit én nagyon szeretek, és elkezdtem lercsíkokat bepakolni a vásznak mögé. Na hát ez egy akkora meglepetés volt számomra, hogy mit eredményezett, hogy gyakorlatilag azt, amit eddig tudtam, azt kidobhattam a kukába, mert egy teljesen újfajta dolgot kellett csináljak. A fele időmet nem a vászon előtt töltöttem, hanem mögötte. Szereltem a ledcsíkokat, helyeztem el, különböző színeket raktam fel, variáltam. Tehát előről hátulról kell már ezeket a képeket megfesteni. És annyira újszerű nekem is a dolog, hogy gyakorlatilag olyan, mintha újra kéne tanuljak járni. Igen, ez mögötted látható most egy ilyen dolog, ugye? Igen. Van, tehát igen. Mögötted is ez van. És ugye ez, hogyha kicsit belegondolunk, ezek átvilágítható vásznak, tehát magát a festészeti technikát is újra kell gondolni, hiszen nem lehet akármennyi réteget fölvinni, mert akkor kitakarja a dolgot. Így van, és befeketedik. Tehát befeketedik. Alaprima lehet csak dolgozni, aha. Ha hibázol új vászon, tehát nagyon-nagyon koncentráltan, összeszedetten kell ezeket a képeket kivitelezni, ami eddig nem így történt, mert ugye egy olaj vagy akrilképnél annyi réteget pakolsz, nem bármennyit, de elég sokat fel lehet pakolni és változtatni. Ezen nem lehet. Értem, tehát hogyha jól értem, akkor csak, hogy itt a gondolatémat tisztázom, tehát hogy van egy üres vászon, mögötte már be vannak pakolva a ledek, és arra kezded a kompozíciót fölrakni, így van? Tehát, hogy világítanak a ledek, ugye? Tehát, hogy nem... Azért, hogy lássam, hogy mi történik, milyen fényintenzitás jön át, elkezdem festeni, majd átpakolom hátul, majd tovább festem, majd hátra megyek, újra átrendezem, leszedem. Szóval nagyon bonyolult, nagyon hosszadalmas és fárasztó, viszont egy nagyon izgalmas végeredménnyel kecsegtet, ami az a probléma, hogy fotó neten nem nagyon jön át, élőbe teremtődik meg az a nagyon bizarr, furcsa harmadik dimenzió, amit eddig nem nagyon láttam senkinél. Ugye többen sokan foglalkoznak ledekkel és fényekkel, ugye a meghívott vendégeid közül is sok fényművész van. Aki talán a legközelebb áll ehhez és foglalkozott vele, az a Mary Weatherford, a 2010-es években kezdett el neoncsíkokat pakolni az absztrakt képei elé. Hát talán az a legközelebbi, ami
amit említhetek. Ugye Kovács Dávidnak a londoni galériájában volt egy kiállításod nemrég ezekből a munkákból. Készült erről egy kis videó, szerintem ezt most játsszuk be. Jó? Megnézzük. Na, jó. Milyen volt a fogadtatása ezeknek a munkáknak, mert azért a kortárs, tegyük hozzá, egy eléggé kötött pálya. Tehát, hogy itt nem lehet azért ide-oda ugrálni, nem? Tehát, hogy ha az egy festőtől megszoktak egyfajta motivumvilágot, egy kivitelt, meg nem tudom mi, tehát azt valahol, legalábbis ugye ezek a sztori keringenek a neten, hogy ezt úgy várják. Tehát egyszer hallottam egy olyat, mielőtt válaszolnál, hogy mit tudom, valaki mondjuk csíkos képeket csinált, és akkor ezt úgy megunta, és a galeristának vitte, hogy innentől kezdve pöttyöseket csinál, és ő kiküldte egy svájci galériának a pöttyös képeket, és kérdezte, hogy mi ez. Aztán most kezdték ezt keresni. És akkor azt mondta, hogy kész, akkor fejezzük be ezt a dolgot, mert komolytalan. Hogy ez nálad, ez előfordult, vagy milyen volt a fogadtatás? Térjünk vissza a kérdéshez. De hát ez olyan, hogy így valamire rátalálok, és gyakorlatilag elfelejtem a múltam, hogy miket csináltam, és nem is érdekel, hogy mivel foglalkoztam korábban, csak az érdekel, amit legutoljára csináltam, és nagyon kíváncsi voltam, hogy reagál rá a közönség. Az, hogy ez következményekkel jár, ez a legkevésbé sem érdekel. Ami nagyon meglepő volt, hogy talán ez volt az egyetlen olyan kiállításom, ahol mindenki wow-val reagált, tehát így lesokkoltak közönséget, mert élőben van egy nagyon bizarr, nagyon nem festészet, a film, a vetített kép, a színház közötti nagyon furcsa állapot. City Light poszterhez is egy kicsit lehet. Így van, yeah, így van, yeah. Az is benne van. Benne van. Úgyhogy nagyon-nagyon pozitív volt a fogadtatás. Aminek nagyon örülök, és a másik, ami nagyon érdekelt, hogy csinálja-e valaki. Ez volt a másik kérdés, hogy ne véletlenül belefussak abba, hogy egy epigon vagyok. Alapvető. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez nincs, aminek nagyon örülök. Nagyon nehéz újat csinálni a kortárs képzésben. Rengetegen vannak, mindennel kísérletezik mindenki. És ugyanolyan egy rettent egyszerű dolgot találtam ki, nincs benne semmi bonyolult, kitaláltam, hogy jutottam ide. Viszont iszonyú érdekes és hihetetlen perspektívákat nyit meg. Ez azért fontos, amit mondasz, hogy itt mindig egy kicsit úgy meg kell kutatni, és van, akik azt mondják, hogy például ez a kollektív biznisz, ugye a párbeszéd, a diskurzus mondjuk egy kurátor és egy művész között, vagy galerista és művész között azért fontos, mert egy művész adott esetben akár ilyen háttértelevíziózással érhetik olyan hatások, ami által ugye ő remek ötleteket kap, de kiderült, hogy azt mit tudom én a perifériális látómező, vagy perifériális látómezében látta. A Presser mondta egyszer, hogy délután, amikor leül a zongorához, remek ötletei támadnak, miután délelőtt rádiót hallgatott a főzés közben, és kiderült, hogy ez nagyon komoly, ezt meg kell nézni. Igen, és ez nagyon fontos, igen. Tehát ez a fajta elsőségi érték, ez ugye benne van a pakliba, de ugye tehát teljesen újat se lehet. Tehát, hogy nem lehet elrugaszkodni attól, amit te csinálsz. Tehát, hogy a pop artot te most nem gondolom, hogy ugye? Tehát ez erre gondoltam, amikor kötött pályára céloztam, hogy azért itt kell egyfajta koherenciának lenni az életműbe. Az az érdekes, hogy mind a mellett, hogy világítanak ezek a képek, és így
ragyognak, itt ott egy furcsa teret nyitnak. Ugyanazt a hangulatot sikerült sajnos, nem legnagyobb örömömre hozzák ezt a sötét, valahogy dark hangulatot, mert a témákban azért maradtam ugyanannál, mint korábban. Hát ettől hiteles, hogy ezek a dolgok foglalkoztatnak, ez a groteszk világ, ami körülvesz, és de az a klasszikus gondolatmenetet folytattam, csak technikailag másképp kivitelezem a munkákat. Uh-huh. Te ugye egy Romániában élő magyar festő vagy, ezt úgy kimondhatjuk. Tehát, hogy mennyire gondolnak téged mondjuk a románok román festőnek? Vagy ez föl sem merült? Vagy romániai magyarnak? Vagy ez hogy van? Mert van itt a klasszikusok között is vannak, akik ugye több ország mondja magáénak a művészt. Vazereli, vagy Hantai Simon, vagy még sorolhatnám? Én úgy látom, hogy gyakorlatilag egy ilyen baleseti helyszín közepén élek, ahol ilyen romhalmaz van. Igazán sehova nem tartozom 100%-osan, így nem találom a helyem, annyira nem is keresem már, mert úgyse lesz meg. Nem tartozok sehova igazán 100%-osan. Mindenhova egy kicsit tartozok. Ismernek, jó barátaim vannak Kolozsváron, Bukarestben, művészek, ugyanúgy Magyarországon is ismernek, vannak jó barátaim, kollégáim, stb., de semmi nem az enyém. Ahol én otthon vagyok, az egy fikció, az egy lehetetlen dolog. Egy izgalmas kérdés, amit ugye a magyar művészek még nem tapasztaltak meg 100%-osan, hogy azt mondják, hogy egyetlen világhírű művész az meghúzhatja egy ország teljes képzőművészeti szektorát globális érdeklődés terén, hogy mondjuk Adrián Genné nálatok, aki közel egy idős veled, vagy azt hiszem 2 évvel még fiatalabb is, ugye nagyon gyorsan felfutott ezen a globális listán, hogy az ő iránta való érdeklődést azt tapasztalható el, vagy ez pozitívan hatott-e a szektorra? Hát nem igazán látom át a szektor működését, az biztos, hogy komoly figyelmet irányított a román kortárs képzőművészet irányába, és Kolozsvárból egy legendát csináltak. De itt megemlíteném, ugye a Genyének az anyagi sikerei a legkeményebbek, de ott van például a Ciprián Muresán, akit én egy kitűnő művésznek tartok, és nagyon komoly az a dolog, amit ő eddig összehozott, és tovább csinál. És vannak itt még nevek, a Mircsák Kántortól kezdve, igaz, hogy ő Párizsban él, a Dán Perzsovszki, tehát egész komoly nemzetközi szintére jelenlevő művészekkel van tele ez az ország. Valószínű segített a kolozsvári iskolának ez a búmja a 10-es évektől kezdődően, hogy még több figyelem irányuljon a régió irányába. Ugye is itt mindig beszélnek erről, hogy iszonyú késéssel jött el ez úgy Magyarországon, mint Romániába, és hogy a rendszerváltás után 10-15 évvel sikerült figyelmet generálni, míg a lengyeleknél ez sokkal hamarabb megtörtént például. Igen, 12 vagy 13-ban voltam éppen ott Kolozsvárot, és akkor ugye az ecsetgyárat megnéztük, illetve a Barta Ernő barátunknak nyílt egy szoborparkja, aminek a megnyitójára voltunk hivatalosak, és történetesen akkor volt a végzősöknek, a képzőművészeti egyetem főiskola, nem tudom, a végzősöknek akkor volt a diploma kiállítása. És nagyon meglepő volt, hogy a helyi expón volt, tehát hogy ott elmentünk oda, és földbe gyökerezett a lábunk, mert beléptünk egy művészeti vásárba. Tehát nem egy elszeparált dolog volt, és ugye ott együtt képzik őket, legalábbis akkor úgy volt a tervezőkkel, a dizájnerekkel, és itt kidolgozott arculatok voltak. Tehát összedolgozott ez a kettő, tehát ez a fajta pragmatikus közelítés, mint kultúrpolitikai stratégia, ezt ott jónak tartod, illetve ez megvan-e Magyarországon? Hogy látod? Úgy gondolom, hogy ez mindenképp jó, és azt a mintát kezdték el követni, amit a londoni végzősök záró kiállításán előfordul, hogy ott vannak a galériások, és vadásszák az ifjú művészeket, a jövő generáció titánjait.
Ugye ez kialakult abból, ez egyenes következménye a kolozsvári iskolás robbanásnak, és ez szerintem tök jó. Az, hogy Magyarországon ez megvan-e, nem tudom, mert 7 éve már nem élek életvitelszerűen Budapesten. Nem, de mást kell kérdezni, Gyuri, más valakit. Oké, rendben, akkor majd más kérdezek erről. Azt szeretném megkérdezni, ugye itt egy művész életútjában is vannak bizony ciklikusságok, mint ahogy beszéltünk is erről, hogy mit tartasz eddig a legnagyobb szakmai sikerednek? Mi volt akkor mi volt a leginkább a mélypont? Itt a végletek azok, amik érdekesek. Ez napi szinten is megtörténik, a műterembe ülve, heti, évi bontásban mindenképp el tudom mondani, hát ez egy hullámvasút. Úgy sikerileg, mint műtermi sikerileg, hol összejönnek a dolgok, hol kevésbé. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb, amit nyertem, az a szabadság. Hogy 100%-osan az összes időmet, energiámat erre tudom fordítani, mert ez érdekel. Kettő máshoz nem is értek, és nem is érdekel semmi más. Úgyhogy ez a legnagyobb dolog, amit nyertem eddig ebbe a szakmába, hogy tudok ezzel foglalkozni. Ezáltal, mivel biztosítom azt, hogy folyamatosan dolgozok, mindig vannak új lehetőségek, és valószínűleg ezért jutok el ezekhez az új dolgokhoz is, mert van időm. Ezzel foglalkozni, gondolkodni rajtuk, együtt élni ezekkel a dolgokkal. És egyik meló szüli a másikat. És jönne, ez egy ilyen dominószerűen működik és halad egy adott irányba. Tehát kimondhatjuk, hogy akkor helyeden vagy, jól érzed magad, azt csinálsz, amit szeretsz, és ez a szabadság, ez megadatott neked, ami gondolom, hogy azért ez nem egy szerencse dolga volt, hanem az eddigi beszélgetésből is az jött ki, hogy te ezt nagyon tudatosan kerested. Hát volt egy 6 év az egyetem után, amikor nem akartam semmiképp feladni, valami rettenetes ilyen fiatalkori lendülettel, hittel álltam az egésszel szembe, és nagyon akartam csinálni. Persze kellett melózzunk, festettünk dekorációkat, plázákat, minden őrületet csináltunk, és minden pénzt utazásra meg festékre költöttünk, folyamatosan fenntartottam a műtermet, és a kettő között lavíroztunk, és gondolom, hogy ez a kitartás hozta meg az eredményt, hogy tud ez ijesztő lenni, mert hol jobb anyagilag a helyzet, hol kevésbé jó volt, és akkor ugye megretten az ember, hogy oké, mi lesz, hát mi lesz, egy életünk van, én azt akarom, hogy ezzel foglalkozok, valahogy lesz, és valahogy lett. Tehát ez inspiráló volt ez a dolog. Én nagyon izgalmas az egész dolog, amiről beszélgetünk, és most így a műsor végéhez közelítve beszéljünk egy pár szót az Élesdi művésztelepről, ami ugye hozzád, illetve édesapádhoz is kötődik, te ugye Élesden, illetve ahhoz közel születtél, és ott van egy nemzetközileg mondható művésztelep. Így van? Tehát, hogy jelentős nevek, említsük is őket. Igen, igen. Tavaly volt 25 éves, ami önmagában ijesztő, hogy megöregedtem. 25 éve, 97-ben kezdtük el, másodéves egyetemistaként többet magammal arra döntésre jutottunk, hogy ez nyár túl hosszú ahhoz, hogy ne csináljunk semmit, és atyám elintézte, hogy tudjunk lejönni Élesdre, szerzett iskola osztálytermeit ürítettek ki, ott dolgoztunk, kaját, szállást intézett nekünk, és annyira megszerettük, hogy evidens volt, hogy vissza fogunk járni, egy ilyen hihetetlen szabadságérzet volt, mindenki azt csinált, amit akart, nagyon jól éreztük magunkat, rengeteget melóztunk, nagyon soknak fordulópont volt az életükben szakmailag, mert kimozdult az otthoni adott közegből, amiben élt, és új behatások érték. Egy nagyon izgalmas, nagyon eredményes dologként indult, és azóta is töretlenül csináljuk, bár ez a pandémia egy kicsit megakasztott, a 24. nem jött össze, de tavaly már sikerült egy 2 hetes csinálni, idén már újra egy hónaposra tervezzük a telepet. Te is, ez azt is jelenti, hogy mondjuk sok más művésztelephez hasonlóan ott keletkezik egyfajta gyűjtemény? Tehát, hogy ott maradnak munkák, vagy ez hogy működik? Sajnos ez is elakadt, ez sem volt kötelező, hogy itt hagyjunk melókat. Tehát egy klasszikus művésztelettől teljesen eltérő ez a dolog. A korábbi években, míg édesapám élt, egy-egy munkát mindenki ott hagyott, egy kisebb méretűt, mert nem fért el a lakásukba már a minden évben kapott munka, tehát úgy nézett ki, mint egy ilyen képkereskedés ház az egész. Most ez
elakadt, nem feltétlenül tudatosan építettük ezt az éles díjművészetre brandet, hogy legyen egy gyűjteménye, hogy valamit jelentsen, mert nincs egy közös szellemi irányultsága, teljes szabadsági jegyében történik itt minden, és ezt igyekszünk megőrizni, hogy oda jön, aki akar, aki igazán akar, jól érzi magát, dolgozik, beszélgetünk, dumálunk, zenélgetünk. Tehát egy ilyen hihetetlen régi időket idéző kreatív kis központ. Lejönnek művészettörténészek, kurátorok, barátok, zenészek, egy izgalmas történés a nyár folyamán. Szuper, én szerintem ez egy ritkító kezdeményezés is. Gratulálok ehhez, illetve nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és egy kicsit beszélgethettünk, és egy kicsit talán a kedves nézők is olyan információkhoz juttattak, ami nincs leírva, nem? Lehet. Köszönöm a meghívást, Gyuri. Köszönöm, sok sikert kívánok a továbbiakban. Nektek is jók legyetek, sziasztok! Szia! Kedves nézők, ez volt a mai heti kortárs. Keressenek el az Élesdi művészterepre, illetve Bodomi Zsolt munkásságára. Foglalkoznak kortárs műgyűjtéssel, erről is rendkívül sok találat van az interneten. Az eddigi adásokat megtalálhatják a Heti TV, illetve a YouTube felületén, és legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra!